Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ismeretünket, bánjuk meg bűneinket. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenhol szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenhez. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Istenünk, alakítsd lelkünket a jó cselekedetek által, attól, hogy mindig a jobbat válasszuk, és lelkünkben egészen átéljük húsvét szent titkát. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben. Isten mindörökkön örökké. Szent lecke az apostolok cselekedeteiből. Pál apostol egy ideig a szíriai Antiohiában tartózkodott, majd sorra bejárta a Galaták földjét és Frígiát, lelket öntve valamennyi tanítványba. Eközben egy Apolló nevű, alexandriai származású zsidó érkezett Efezusba. Ékes szóló és az írásokban igen jártas ember volt.
Már kapott valami oktatást az Úr tanításáról. Buzgón és helyesen beszélt, és tanított Jézusról. De még csak a János által hirdetett bűnbánati keresztségről tudott. Bátor bizalommal kezdett beszélni a zsinagógában. Amikor ezt Priscilla és Aquilász meghallották, magukhoz hívták, és még behatóbban elmagyarázták neki Isten igéjét. Mivel Achájába akart menni, a testvérek buzdították, és írtak a tanítványoknak, hogy fogadják őt szívesen. Odaérkezve nagy segítségére volt a híveknek. A nyilvánosság előtt eredményesen cáfolta a zsidókat. A Szentírásból bizonyította ugyanis, hogy Jézus a Messiás. Ez az Isten igéje. Az egész világnak az Úr királya és Istene. Az egész világnak az Úr királya és Istene. Tapsoljatok nemzetek mindnyájan, újjongjatok Istennek dicsérő, őséges Isten, nagy király az egész földön. Az egész világnak az Úr királya és Isten. Mivel Isten az egész föld királya, bölcsességgel Isten országul a nemzetek fölött, szent trónusán ül az Isten. Az egész világban az Úr királya és Isten. A népek fejedelmei egybe gyűlnek, Ábrahám Istenének népével, mert Istené a földön minden hatalom, felségesebb senki sincs nála. Az egész világnak az Úr királya és Isten. Szent János könyvéből. Búcsú beszédében Jézus itt szólt a tanítványokhoz. Bizony-bizony mondom nektek, bármit kértek majd az én nevemben az atyától, megadja nektek. Mindeddig semmit sem kértetek az én nevemben. Kérjetek és kaptok, hogy örömötök teljes legyen. Ezeket hasonlatokban mondom nektek. Eljön az óra, amikor már nem hasonlatokban szólok, hanem nyíltan beszélek az atyáról. Azon a napon majd az én nevemben kértek, és nem mondom azt nektek, hogy én kérem értetek az atyát. Hiszen az atya szeret titeket, mivel ti is szerettetek engem, és hittétek, hogy az Istentől jöttem. Eljöttem az atyától, és a világba jöttem.
Most elhagyom a világot, és visszatérek az Atyához. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, Jézus a búcsú beszédében tulajdonképpen reményt önt a tanítványok szívébe, mint említettem korábban, hogy azért is volt erre szükség, mert előtte álltak annak a megpróbáltatásnak, ami ugye jött, ami várt Jézusra is, az ő megcsúfolása, ugye, és keresztre feszítése, halála. És mindehez, hogy ezt kibírják, szükségük volt a biztatásra. Ezen a szakasz a viszontlátás reményét sugallja, amikor olvassuk. Mai részlet is ehhez a szakaszhoz tartozik. A tanítványok sok mindent nem értettek abból, amit Jézus elmondott nekik. Ennek több oka volt. Az egyik oka az, hogy a tanítását és művét csak a feltámadás fényében lehet megérteni valamilyen szinten. De hát az még hátra volt. A másik oka az, hogy a hallgatósága zsidókból állt. És mint tudjuk, megvolt az ő elképzelésük az Atya, illetve hát az Isten hatalmáról és szeretetéről. És ezt tulajdonképpen ők ki akarták sajátítani a maguk és a népük számára. Ez volt az úgynevezett hamis messiás kép, ami kialakult az évszázadok során a zsidók vallásában, hitében. És ezt Jézus tulajdonképpen cáfolta a maga eljövetelével, munkásságával és ugye a művének a beteljesedésével. Majd a feltámadás és a Szentlélek kiáradását követően válik világossá a tanítványok számára, hogy az Atya Jézusban az üdvösséget adta meg. Akkor ismerik fel igazán minden hatóságát és irgalmát is az Atyának. Abból, hogy Jézust visszakapják a feltámadásban, és hogy Jézus elküldi a Szent Lelket a tanítványok számára, megértik, hogy az Atya szereti őket. Az Atya szeretete még úgy is rásugárzik a hívők közösségére, mint hitükért járó jutalom. Az Atya azért is szereti őket, mert elfogadták Jézust. Elfogadták Jézust, hogy az Jézus az Atyától jött. Mint ahogy itt az evangéliumi részletben is említést tesz erre Jézus. Úgy kell benne hinniük, mint aki öröktől fogva az Atyánál volt, mint az ő szava, azután a világba jött, hogy megváltsa az embereket, és végül a halálán és feltámadásán keresztül visszatérjen magához, az Atyához. És mindazt, amit itt a búcsú beszédben Jézus elmondta, nem csak a mai részletben, hanem úgy összességében, amit az elmúlt két hétben az egyházban felolvastunk, azt összefoglalja a mai evangélium részlet utolsó két mondata. Eljöttem az Atyától, és a világba jöttem. Most elhagyom a világot, és visszatérek az Atyához. Amen. Testvéreim, áldjuk minden időben feltámadt Urunkat, és könyörögjünk együtt segítségéért. Áhítatos szívvel kérjük Krisztus Urunkat, aki megmutatta nekünk az örök életet, és mondjuk. Örök pásztor, tekints álomból ébredő nyájadra, így juttass nekünk bőséges igéd és kenyered táplálékából. Kérünk téged, hallgass minket. Ne tűrd, hogy a falkas elragadjon, vagy a béres cserben hagyjon bennünket, hanem segíts, hogy hűségesen kövessük a te hangodat. Kérünk téged, hallgass minket. A
aki mindenütt együttműködsz igét hirdetőivel, és megerősített szavukat, add, hogy a mai tetteinkkel, az egész és egész életünkkel feltámadásodat hirdessük. Kérünk téged, hallgassatok. Légy a mi örömünk, amit senki sem vehet el tőlünk, hogy elutasítva magunktól a bűn szomorú világát, az örök élet után kívánkozzunk. Kérünk téged, hallgassatok. Urunk Jézus Krisztus, add meg nekünk, hogy akik megismertük feltámadások kegyelmét, szent lelked erejével újjászülessünk és elnyerjük az örök dicsőséget, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Irgalmas Istenünk, szenteld meg ezeket az adományokat, és elfogadva lelki áldozatunkat, tégy minket neked szentelt örök áldozattá, Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek. És a teremtetben emeljük föl szívünket. Örömmel az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged. De különösen most a húsvéti időben, midőn áldozattá lett értünk Krisztus, a húsvéti bárány. Ő szüntelenül felajánlja értünk életét, és színed előtt állandóan pártfogol minket. Feláldozva önmagát nem hal meg soha többé. Halálában lett örökkön élő áldozat. A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, nagyvilág örvendezve újjon, a mennyei erők és a hatalmas angyalokat te dicsőséget himnuszát zengik, és vég nélkül éneklik. Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd rá a szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.
Éme hitünk szent titka. Alábbad a kegyetünk, és hitt elhalljuk feltámadásodat, amit ne elmegyünk. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kenyerét. És hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk minnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atyaisten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Üdvözítünk szavára, Isteni tanítására, így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a országodat, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnek, Jézus Krisztusnak, dicsőséges eljöttét. Mert neked éj az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait, békesség nektek. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a békejelével. Legyen békesség közül mindenkor. Amíg Jézus Krisztus testének is végül. Egyesítése mellett a szent áldozásban látunk. Krisztus szentes. Íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékolva jöjj, hanem csak egy szóval, és mondjuk az életet. Akiket nekem adtál, akarom, hogy ott legyenek velem, ahol én vagyok, és lássák a dicsőséget, melyet nekem adtál. Alleluja!
Mondjuk el együtt a lelki áldozás imáját. Uram Jézus Krisztus, hiszek benned, imádlak téged, és szeretlek téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szent áldozásban, hogy veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és védj lakást benne örökre. A mi Úrunk Jézus Krisztus teste őrizzen meg engem az örök létre. Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Amen. Könyörögjünk. Urunk Istenünk, magunkhoz vettük a szent áldozat ajándékát. Alázattal kérünk, hogy növelje szeretetünket az, amit szent fiad az ő emlékezetére cselekednünk rendelt, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Hirdetem a testvéreknek, jövő hétvégén pünkösd van. Pálus Szent Kúton megtartjuk a pünkösdi búcsút. Ha valaki szeretne részt venni rajta, akkor az el tud menni oda. Most pedig fogadjuk az Úr áldását. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A szent mise véget ért, mondjunk áldást az Úrnak.
Krisztus, ami Urunk által. Amen.
mennyi kenyeret adtál nek, alleluja! Amen, minden gyönyörűséggel teljes, alleluja! Könyörögjünk, Urunk Jézus Krisztus, te ebben a csodálatos szentségben, kínszenvedésed emlékezetét hagytad rám. Add kérünk tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Imádkozzunk engesztelésül a káromkodásokért és az istentelen beszédekért, mondjuk. Áldott legyen az Isten. Áldott legyen az ő szent neve. Áldott legyen Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember. Áldott legyen Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember. Áldott legyen Jézus szent neve. Áldott legyen Jézus szent neve. Áldott legyen Jézus szentséges szíve. Áldott legyen Jézus szentséges szíve. Áldott legyen Jézus drága szent vére. Áldott legyen Jézus drága szent vére. Áldott legyen Jézus öt szent sebe. Áldott legyen Jézus öt szent sebe. Áldott legyen Jézus a legméltóságosabb oltári szentségben. Áldott legyen Jézus a legméltóságosabb oltári szentségben. Áldott legyen a vigasztaló szent lélek. Áldott legyen a vigasztaló Szentlélek. Áldott legyen a szűz és Isten Anya Mária. Áldott legyen a szűz és Isten Anya Mária. Áldott legyen az ő szeplőtelen fogantatása. Áldott legyen az ő szeplőtelen fogantatása. Áldott legyen a boldogságos szűz dicsőséges mennybevétele. Áldott legyen a boldogságos szűz dicsőséges mennybevétele. Áldott legyen szűz Mária szent neve. Áldott legyen Szűz Mária szent neve. Áldott legyen Szent József a Szent Szűz tisztaságos jegyese. Áldott legyen Szent József a Szent Szűz tisztaságos jegyese. Áldott legyen az Isten az ő angyalaiban és szentjeiben. Ámen. Áldott legyen az Isten az ő angyalaiban és szentjeiben. Thank you.
bar.